Tavasz ünnep Gorziumban, klasszikus muzsika harsona szóval, szfing nem is akármilyen köntösben újra koncertezik Váradi Eszter Sára és barátai. Ezekkel a témákkal foglalkozik a mai Paletta magazin. Ne menjenek sehova, már is kezdünk! Gladiátor játékok, császári felvonulás és múltidéző programok, ilyen és ehhez hasonló események várták a hétvégén az érdeklődőket a Florália tavasz ünnepre, a Tárci Gorzium régészeti parkba. A parkban ezúttal is volt természetesen komédia, Matóz János rendezésében a Szamárvását láthatták. Az elmúlt évek hagyományaival szakítva ezúttal nem görög, hanem római szerző művét mutatták be a Florálián. Matúz János Plautus Szamárvásár című komédiáját alkalmazta a gorziumi színpadra. Tanúsítsd, hogy megtévesztésben és csalásban ártatlan vagyok, így elkerülheted a rád váró börtönt. Mi? Én? Különben börtönben sorva celibálozhat. Kiderül, hogy tolvaj vagy és csaló. Ne kelljen benne csalódni. Tanúsítom, hogy te adtad át ma nekem a pénzt azzal, hogy jó atyám küldi. Húz mind a ezüstöt, hogy éljek boldogan azzal a lányjal, de ő képtelen a boldogságra! Tanúsítom, hogy a húz mind a ezüstért ketten is vetélkedtek, és mind a kettő azt állította magáról, hogy ő Szaurea. Mi ez? Az elmúlt 3 évben mindig, egyszer van ez a csodálatos hely, a Gorzium, a maga különleges gyógyító hatásával, 1000 fős teátrumával, és hát az időjárás viszontagságaival, amiből ebben az évben is kijutott nekünk. 7 fő, aki játssza az előadást, egy vígjátékról van szó, a Vörösmarty Színház 2 színművész, a Szabad Színház 2 színművész, a 2 doyen, illetve 3 vadonatújonnan bevetett középiskolás diák játssza ezt a darabot. Kint próbálunk egy hete, ez mindenkinek, biztos bátran mondom, hogy életünk, az évünk egyik nagyon fontos, sőtlen kulcs helyzete, mert ilyen körülmények közt, ilyen hangulatú térben sehol máshol nem lehet játszani. A produkció nem szakította azzal a hagyománnyal, hogy a Vörösmarty Színház és a Szabad Színház művészeinek, valamint a város tehetséges diák színjátszóinak és zenészeinek közreműködésével készült. Zeneszerzőként pedig ismét Ferenci Nagy Boglárkát köszönthettük. Mindenképpen nagyon inspiráló volt nekem ez az egész. Ugye már 3. éve látom el ezt a feladatkört, és nagyon-nagyon szeretem, és idén is nagyon vártam. Bár most kicsit elfoglaltabb időszakom volt, mégis nagy örömmel vállaltam el, mert egyrészt magát ezt a gorziumi környezetet is nagyon inspirálónak találom, és az idei darab is különleges volt, hiszen egy új történetbe kezdtünk bele, nem a tavalyit folytattuk, emiatt is különösen inspirálva éreztem magam, hogy egy teljesen új történethez tudok hozzászólni valamivel. Az ókori római település Gorzium maradványait őrző régészeti park ezúttal is különleges időutazásra invitálta vendégeit. A tavasz köszöntő ünnep a Florália minden korosztálynak kínált látnivalót. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban Váradi Eszter Sárát, Tóth Marcellt és Kovács Gergőt, és hát, hogy azt beharangoztam, mert itt a műsor elején szfing, nem is akármilyen köntösben, egy nagyon izgalmas zenés barangolásra invitáljátok az érdeklődőket, mégpedig május 6-án 19 órától majd a Színház kávézójába. Mit kell tudni a kis zenekarotokról, ami már túl van néhány fellépésen is, nem? Igazából egy bemutatkozó koncertünk volt, és hát amit így dióhéjban el tudnék mondani, hogy ez egy ilyen hosszú-hosszú, sok éves projektnek a megvalósulása. Itt a srácokkal már nagyon régóta ismerjük egymást, illetve a zenek a többi tagjával is különböző színházi produkciókban találkoztunk, illetve koncerteken is, mindenféle ügyekben, és különböző ilyen turnébuszokban, ez mindig felmerült, meg előadás szünetekben, hogy milyen jó lenne egy zenekart csinálni, meg mindig kérdezték tőlem, hogy nekem milyen zenekarom, lehet valahogy mindig beelőzte az épp adott feladata.
ezt a tervet, hogy ez megvalósuljon. És akkor most március 8-án volt az Árt Teátrum Egyesületnek, aki ilyen színházpártoló egyesület, volt egy felkérésük, mert gyűjtöttek egy ügyben, és hogy csináljak egy önálló estet, vagy valamit ott a színház kávézójában, és akkor mondtam, hogy hát nekem ez az ötletem lenne, hogy akkor mi lenne, ha ez egy koncert lenne, hogyha össze tudna állni a zenekar, és a Kovács Zsolt, a dobosunk, akivel a Chicago című előadásban is játszunk, hát vele ott jóformán így előadás szünetben megalapítottuk a zenekart, mert ment néhány telefon ide-oda, és a srácok nagyon jó fejek voltak, és rögtön igen mondtak, úgyhogy körülbelül egy ilyen negyed óra alatt megalakult a zenekar, és akkor így már túl vagyunk ezen az első koncerten. És akkor nem volt kérés Martinak sem, és Gergőnek sem, hogy rögtön igent mondtok az Eszterék felkérésére? Én őszinte leszek, nekem kérdés volt. Kérdés volt? De végül úgy érzem, hogy jól döntöttem. Igazság szerint engem viszonylag rosszkor talált meg ez a kibontakozódás, mert most pont olyan időszakban vagyok, hogy nem merem túlvállalni magam, mert vannak dolgok, amiknek kell helyet adni. Viszont hát igazából a srácok és az Eszter iránti szeretetből, meg elköteleződésből úgy éreztem, hogy csináljuk, mert azt én nagyra becsülöm, hogy ugye mi jó az öregedésben, most nem rád gondolok, de ugye az ember elkezdi érezni, hogy mi az, ami igazán fontos neki, akár karrierben, meg hogy mit szeretne az életben igazán csinálni, és tudom, hogy az Eszter ezt nagyon szeretné, és nagyon szerette volna, és ennek én szívesen mellé állok. Gergő? Én is azt tudom, hogy szerintem kb. 4-5 éve beszélgetünk erről. Ahelyett, hogy összefutottunk az utcán, vagy bármilyen munkában, vagy munkán kívül, hogyha véletlenül akár összefutottunk, mindig szóba jött, hogy most már meg kéne csinálni valami zenekart, és akkor egyszer csak befutott a Nagy Zsoltnak a telefonja, hogy akkor most van az a pillanat, és aztán össze is jöttünk, vagy próbáltunk 2-3-at, azt hiszem, és meg volt az első koncert. És kik még a tagok? Tehát Kovács Zsolt, ő a dobosunk, illetve Fővenyi Máté, ő a gitáros, és Cserta Balázs mindenféle fantasztikus fúvós hangszeren játszik velünk. Mikor jut idő próbálni, vagy ez hogy zajlik nálatok? Ilyen roham tempóban? Ez egy ilyen 3-4 hetes szervezés, és akkor sics úgy összejön egy próba. 70-80 e-mail, és már meg is vagyunk. Igen, van egy olyan levelezési lista, amit hát szerintem nagyon szórakoztató lenne végigolvasni, lehet, hogy egyszer kiadjuk, mert tényleg nagyon, nagyon viccesek a fiúk, és tényleg mindenkinek mindig van mondani valója, meg hozzáfűzni valója az eseményekhez, de aztán valahogy aztán kikristályosodik az időpont is. Még csak arra szeretnék egy picit reagálni, amit Marci mondott, hogy igen, az szerintem egy nagyon fontos tényező ebben az egészben, hogy engem az is motivált. Egyrészt az muszáj Vörös Tamás nevét megemlítenem, mert ő volt tulajdonképp, aki már évek óta piszkált ezzel, hogy miért nincs neked zenekarod, és most is nagyon, nagyon kedvesen állt mellé ennek az ügynek. De hogy tényleg, amit a Marci mond, hogy eljut az ember egy olyan pontra, amikor azt mondja, hogy szeretné egy picit azt megmutatni, ami tényleg ő maga. Tehát amivel úgy egyes szám első szemébe kiáll az emberek elé, hogy nem is feltétlen azzal a célra, hogy ez most mindenkinek tetszen, csak egy olyan vágyal, hogy megmutatni azt, hogy mi az én ízlésem, mi az, ami engem foglalkoztat, mi az, amit én is szívesen hallgatok mondjuk zenében, meg hát ott az este során szó kerül sok mindenről, szóval, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon klassz dolog, hogy egy ilyen végül is összejött, és én azt a fiúknak, mindenkinek elmondtam az elején, hogy én nagyon szeretném, hogy ez nem csak nekem, hanem mindenkinek egy önazonos dolog lenne. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha amiket számokat én kitaláltam, vagy együtt kitaláltunk, szóval hogy mindig átbeszéljük mindenkivel, hogy ez mindenkinek az ízlésének megfeleljen. Akkor ez egy kicsit ilyen örömzenélés, vagy örömmuzsikálás is nektek? Igen. Tulajdonképpen az. Szerintem egy nagyon jó határmezdéje annak, amit mi is így a srácok, mi igazából úgy legtöbbünk a jazzből jön, legalábbis jazz tanultunk, meg nagyon szeretjük az ilyenfajta zenét. Tehát, hogy ez is benne van, és olyan módon is úgymond kiélhetjük magunkat.
És hát Eszternek meg van egy nagyon jó előadói vénája, nyilván a szakmájából adódóan is, meg egyébként is egy nagyon szerethető személyiség, és igazából már szerintem... Már megérti ideje. Hát ez időkben nem. Megbeszéltük. Hogy a repertoár is egyébként úgy van összeválogatva, hogy szerintem nagyon, nagyon jók a számok, mert populárisak is a kompozíciók, meg aki ezt az irány szereti, az is ismerheti őket, mert tényleg határmesdjén vannak, viszont a jazznek is a repertoárában benne vannak, és igazából a kettő között nagyon szépen lehet lavírozni. Igen, és aki nem ismeri őket, annak is tetszeni fog valószínűleg, vagy tetszett eddig is szerintem, mert vannak olyan dalok, amik amúgy is híres, mondjuk pop dalok, és fel vannak dolgozva egy kicsit. Hát most használjuk ezt a szót, hogy jazzesen, de egyébként még csak azt sem mondanám rá, de ez egy olyan szó, amitől megijednek az emberek általában, és itt abszolút nem kell félni semmitől. Pedig lehet egy könnyed dolog is a jazz, abszolút, ez mindegy, az, hogy milyen is. Ez az a fele. Meg azért a célunk az volt, hogy egy szórakoztató estét állítsunk össze, és akkor tényleg, ahogy a Gergő is mondja, tehát, hogy itt azért maga, tehát inkább azt mondom, hogy egy ilyen 40-es, 50-es évek hollywoodi filmes világot kell elképzelni, tehát egy ilyen bár hangulatot szerettünk volna úgy megidézni ezzel, vagy egy klub hangulatot, majd mindjárt mondom, hogy miért mondom. Szóval, hogy igazából ez volt a cél, és akkor ezen belül ebben minden belefér. Tehát mi nálunk van a Kolportától kezdve Nat King Cole, Karádi Katalin, Lady Gaga, Pharrell Williams, tehát hogy nagyon sok minden van ebbe így összegyúrva, a fiúknak köszönhetően egy viszonylag egységes zenei stílusban. Úgyhogy igazából szerintem ez nagyon, nagyon szórakoztató tud lenni. Ugye a Tájház volt az első alkalommal, mik voltak a visszajelzések? Engem megmondom őszintén, hogy nagyon meghatott az, hogy amit előbb mondtam, hogy itt nem feltétlen az volt a cél, hogy ez most egy hűde nagy siker legyen, hanem az, hogy egy picit hadd mutassam meg ezt a részemet. És hogy mi nagyon nagy örömmel álltunk ennek neki, és valahogy annyira tényleg megható volt, vagy jó érzés volt, hogy a közönség iszonyatosan jól fogadta, és nagyon jó visszajelzések voltak. Utána írtak nekem sokan mindenféle csatornán keresztül, hogy milyen jól érezték magukat, rákerestek ezekre a számokra, nem ismerték őket, és elkezdtek ilyesmi zenéket hallgatni, vagy nehogy Isten, megnéztek egy filmet, aminek a zenét én énekeltem, és nem tudták, hogy az az. Szóval, hogy ennek egy ilyen kis funkciója is lett, hogy egy picit lehet, hogy így általam, ha nyitottak ezekre a csatornákra, akkor egy picit más vizekre is el tudnak kalandozni a nézők. Lehet egyébként táncikálni is ezen a programon, vagy csak ez ilyen csendesülős, igazából elnyelkedős, vagy mindenki rá van bízva? Igazából maga a tér, ez egy kicsit ilyen lépcsős, úgyhogy lehet csak toporogni lehet. De mi nagyon szívesen veszük, tehát hogy szerint nem? Veszélyes, de szívesen fogadjuk. Saját felelősség. Igen. Aki veszélyesen szeret élni, azt táncikálhat maximum. Nem, ezt sem mondjuk, tényleg nem, szerintem... Hát a kötetlenség az fontos. Igen. Tehát, hogy nem, ez azért nem egy ilyen állig begombolt nyakkendős műsor. Tehát tényleg az a cél, hogy mindenki jól érezze magát kötetlenül, és ne érezze stressznek, hogy most hogy kell viselkedni. Vagy nem egy színházi előadás, hanem egy az más ilyen szempontból, az kötetlenebb mindig. Még akkor is, hogyha egyébként ugyanúgy vannak sztori mesélések, mert pont, hogy színházi darabban nincsenek sztori mesélések, csak legalábbis nem igazi sztori mesélések vannak. Igen. Kötetlenem abszolút. Igen, meg hát szerintem mi is vagyunk ott annyira kötetlenek, hogy ez remélhetően átragad. És felkészületlenek. Felkészületlenek? Gardírozni kell őket? Nem, ők hát hihetetlen jó zenészek, tényleg csodálatosak, és... Nekem kell egy picit lazulni olyan szempontból, hogy ugye a színház világa az nagyon más. Ugye ott van egy próbaidőszak, ott nagyon pöpec, pontosan megkomponálunk szinte minden pillanatot egy előadásban.
És bár ugye én nagyon sokat járok fellépni, mondjuk a Keller János barátommal például, ott is hát ugye egy elég széles repertoárunk van, tehát sokféle műfajt csinálunk, de az is más, az is egy hát nagyon-nagyon sok éves rutin, nagyon begyakorolt dolgok, tehát tényleg ott sem lehet nagyon zavarba hozni bennünket. Ez egy teljesen más mesdje, itt azért én ugye jazzénekesnőnek nem mondanám magam véletlenül se, én egy színésznő vagyok, aki most egy picit megmutatja ezt az érdeklődését, de hát ők fantasztikus zenészek, én pedig próbálok felzárkózni ebben az ügyben. De nem átgondoltam, én csak vicceltem saját magunkat. De én meg komolyan mondom, hogy én pedig igényelném azt, hogy nagyon pontosan begyakoroljunk mindent. Na de ennek a műfajnak pont a spontaneitás a lényege, úgyhogy Fővenyi Máté, aki most nincs itt a gitárosunk, ő nagyon sok időt és energiát áldozott rám, és sokat próbáltunk így együtt, és ő mondja mindig, hogy ebben a műfajban igazából nem hangtól hangig kell gondolkodni, hanem ilyen részenként, és az a lényeg, hogy érjél oda valahogy. És aztán a te dolgod, te hangulatod, hogy ez éppen az hogy történik. Szóval nekem ebbe kell egy picit így lazulnom, hogy elhiggyem azt, hogy tényleg bármit csinálhatok. De nagyon jó érzés ez a szabadság egyébként, hogy ott az első koncertünkön is voltak ilyen improvizatív részek, ahol első pillanatban azt mondtam, hogy hú, hát de hát ezt nem is így csináltuk a próbán, aztán egyszer csak akkor mondom, jó, hát akkor legyen így, és mégiscsak szépen kialakult belőle valami, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalás. Másik részt kíván az emberből ez. Talán. Igen, igen, igen. Lehet-e már tudni a neveteket? Most már igen. Most már igen. Nagyon vicces volt ez is, mert valahogy ez is így hozta magával az, hogy oda kiálltunk együtt, és igazából akkor fogalmazódott meg bennem ott, hogy mikor ott odaálltunk a nézők elé, hogy jó estét kívánok, mi vagyunk, és akkor hát, hogy nem tudtam mit mondani, hogy tulajdonképpen, ha már ez egy zenekar, akkor kéne valamilyen név is. És akkor elkezdődött egy őrült ötletelés, aminek most itt minden részét nem osztanám meg, de lényeg az, hogy volt főleg Marcinak köszönhetően olyan pillanat, amikor álltam éjszaka a sötét nappaliban, amikor a családom már aludt, és én hangosan sikítva nevettem, próbáltam nem fölébreszteni őket, mert hát mindenféle zenekarnév volt. Aztán magassára tartalom. Ez nagyon kedves ötlet volt. Szóval ilyenek... Sáradi Eszter Vára. A Sáradi Eszter Vára, igen. Tehát ilyenek mentek ott jobbra-balra, de aztán végül egy picit megpróbáltuk azt, nem is hogy komoly, hanem hogy egy picit, ami tükrözi azt, amit csinálunk, hogy ne egy zsákba macska legyen, tehát magát a stílust, a műfajt is. Úgyhogy Sára és a Casablanca Klub. Úgyhogy ez lett a nevünk. Úgyhogy ezt a klub hangulatot ezért is említettem, mert reméljük, hogy akik oda beülnek, azok tényleg egy picit el tudjuk őket varázsolni ebbe a 40-es, 50-es évek amerikai klub világába. Úgyhogy ez a cél, és akkor így adódott a név is. Jó, hát én azt tudom nektek megígérni, hogy meglátogatunk titeket majd május 6-án, így a Paletta stábja, és hát én bízom benne, hogy aztán hamarosan már egyéb nagy tervekről beszélgethetünk itt a Sára és a Casablanca, megjegyzem. Igen, hát kapcsán. reméljük. A rádióban múltkor például szembe kerültünk azzal a kérdéssel, hogy hát tudunk-e valami felvételt küldeni, amit lehet játszani. Tehát, hogy valóban mindig így az egyik helyzet hozza a másikat. Ez valóban egy örömzene, aztán meglátjuk, hogy alakul. Reméljük, hogy másoknak is sok örömet tudunk vele szerezni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Mi pedig zenével megyünk tovább. Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc hangversen bérlet sorozata. Ennek az eseményén járta a Paletta stábja, Bakler Lajos összeállítása következik. Thank you.
Miként választ hivatást magának egy kisfiú? Miként választ magának a hivatásához hangszert? Hiszen ez meghatározza jószerivel az egész életét, mint tudjuk. For me, it was very interesting that I had no interest in musical instruments at all. Olyan volt számomra, mint a villámcsapás. 7 éves voltam, amikor láttam egy embert harsonázni, és abban a pillanatban, mint a villám csapott belém a felismerés, hogy nekem ezt kell csinálnom, és soha többé nem akarok semmi mást. Lehet, hogy ezt egy felsőbb akarat rendelte el, de így is történt. And since I was 7 years old, this decision took approximately 5 seconds in my life. Rendkívül fontos és áttörés volt, azt gondolom én, amikor a londoni szimfonikusok ösztöndíjasa lett, illetve egyesztendővel később a Claudio Abbado irányította Európai Ifjúsági Zenekar tagja. Miként emlékszik ezekre az időszakokra? That was a very important phase in my life because I guess I came from... Ez egy rendkívül fontos időszaka volt az életemnek, hiszen Anglia egy kis régiójának kisvárosából származom, ami hasonló a magyar vidéki településekhez. Otthon ismertem mindenkit, a helyi zenét, a körülményeket, de mielőtt bekerültem volna az európai körforgásba, Claudio Abbado Európai Ifjúsági Zenekarába, otthon bizony csak rezes bandákban játszottam. Hirtelen kinyílt a világ előttem. Velem egykorú, 10 éves, brilliáns művészekkel találkoztam és játszhattam együtt. Claudio Abbado pedig a maga kifinomultságával, emberi és művészi kvalitásaival egy teljesen új szintet jelentett nekem. Nagyon nagy hatással volt rám, ezért most én is minden segítséget megadok a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar fiataljainak. Azt gondolom, hogy ez egy igazi küldetés, hogy a jövő generációjának átadjam azt a szakmaiságot és tudást, amit Abbadótól kaptam. European Youth Orchestra, I'm a coach at the Gustav Mahler Youth Orchestra. Mit jelent egy zenekari zenész számára, ha olyan karmester dirigálja, mint például Multi Thomas Mariner, vagy éppenséggel Nagano? For me, these were always great opportunities to learn. Nagyon különleges, kvalitásos karmesterekkel dolgozni. Egyébként is szeretem a klasszis dirigenseket, és ami kiemelten fontos, a saját munkámban, hogy tőlük folyamatosan tanulhatok. A próba időszakban az egész napom folyamatos tanulással telik. És azzal, hogy megismerhettem a karmestereket, emberként is nagyon sokat kaptam az élettől, hiszen sokat tanulhattam tőlük. Igazából azt szeretem ebben, hogy közelről láthatom, hogyan dolgoznak és miként gondolkodnak, hogyan mozognak, milyen mozdulatokkal irányítják a zenekart. Annak ellenére, hogy mindegyik karmester zseniális volt a maga módján, azért apró nüansznyi különbségek vannak abban, hogy a technikájukat alkalmazzák. Mariner például a nyugodt karmesterek közé tartozott, aki nem nagyon szólt bele, hogy a zenészek miként fejezik ki az általa kért dolgokat. Ugyanakkor Nagano rendkívül precízen odafigyelt arra, hogy kit hogyan lehet motiválni. Thomas pedig talán előző kettő ballansza volt. Egyébként mindmáig élvezem, hogy megfigyelhetem, hogyan dolgoznak a karmesterek. Kent Nagano was very, very precise, always very, very organized, very prepared, totally prepared. Miként fogadta a székesfehérvári invitálást, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar meghívását? But my invitation came through Gabor, the
concertmeister, who's an old friend and colleague of mine from Vienna. Selmeci Gábor az Alba Régia szimfonikus zenekar koncertmestere hívott meg, aki régi barátom és kollégám a bécsi filharmonikusoktól. Nagyon örültem neki, hiszen Gábor olyan sok szépséget mesélt a zenekarról, hogy percek alatt döntöttem, mint hogy az is gyorsan eldőlt, hogy Nino Rota koncertet játszom. Volt időm gondolkodni, és beillesztettem a próba rendembe. Igazából most jól érzem magam a világnak ebben a részében, mert azok a zenészek, akikkel itt találkoztam, sokra hivatottak. Látszik, hogy csak a zenével kell foglalkozniuk. Mert ugye lehet, hogy ez evidens dolognak tűnik, de én más világrészek zenekarainál azt szoktam meg, hogy a zenészek a technikával, a kottával, a dinamikával foglalkoznak, miközben maga a zene érzése, az érték közvetítése az másodlagos. A magyar zenészek úgy látom, ezt akarják tolmácsolni. Éppen ezért számomra nagyon jó érzés volt próbálni a zenekarral. Érintett az elkötelezettségük, az a hozzáállás, ahogy a hangversenyre készülnek. But in some parts of the world, musicians care more about the notes. Igen, ha már Nino Rotáról beszélünk, akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy mi, aki Coppolával, Zeffirellivel, Fellinivel játszik, aki Satyricont, Rómát, Waterloo-t, Édes életet, Keresztapához ír zenét, én azt hiszem, hogy az önmagában is csoda, az elismeréseinek se szeri, se száma, de milyen lesz ez a darab a koncerten? On the one hand, you can compare it. Ha meghallgatjuk ezt a Nino Rota darabot, rá kell jöjjünk, hogy ízig-vérig olasz. Lehet érezni, szagolni, ízlelni, hallani Olaszországot. Olyan érzése támad az embernek, mint a Nápoly utcáin mászkálna éjjel 3-kor. Nino Rotának az egyik legnagyobb adottsága az volt, hogy olyan dallamokat alkotott és írt, amelyeket azonnal elfogad az ember. Fülbemászóak, amelyeket soha nem felejthetünk el. Ugyanez vonatkozik a hangversenyére is. Talán ez a legnagyobb áldása Nino Rota kompozíciójának. You know, it has that kind of feeling to it. Kedves nézőink, Paletta magazinnal legközelebb egy hét múlva kedden 19 óra 45 perctől számítok a figyelmükre itt a Fehérvár televízióban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, kellemes időtöltést!